Új orgonák építésével, már meglévők átépítésével, felújításával, restaurálásával és karbantartásával foglalkozik a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező pécsi orgonaépítő manufaktúra. Olyan hangszer is van, amit a megrendelő kívánságlistája alapján tervezünk meg, megfelelő sípsorokkal vagy dizájnnal, építéssel összedolgozva, de vannak olyan hangszereink is, amiket mi találunk ki, kísérletezünk újabb hangszínekkel, újabb sípsort fejlesztünk ki, és akkor megpróbáljuk ezt így valakinek, mint újdonság eladni. Építettünk már stílus hangszert, mondjuk egy francia barokk orgonára gondolok Zamárdiban, de koncertorgonát a Müpában, vagy a Mátyás templom nagy orgonáján kívül, az Aveirói dómba, külföldre, sok helyre, sőt vannak olyan kisebb hangszereink is, hogy azt se tudjuk, hogy a világ melyik részén szólnak. A Müpa orgonáját egy német céggel közösen építették. Hangja ámulatba ejti hallgatóságát, amihez a hangversenyterem akusztikája is hozzásegít. 5 manuális, vagyis 5 kézi billentyűsorból álló, 92 regiszteres, 6815 síppal rendelkező műalkotás. A legújabb kori technika segíti az orgona művészeket, hiszen több ezer regiszter kombinációt lehet beprogramozni a játszóasztalon és menteni USB-re. De mi is az a regiszter? Az orgona különböző hangszínű és jellegű változatainak egyik gyűjtő neve, egy-egy sípsor megnevezése. Mátyás templomban 2 orgona van. Van egy nagy orgona, ami a háborúban nagyon megsérült, és azt nagyon újra kellett dolgozni. Vannak nagyon sok benne a régi fém és fasíp, meg a szekrény, de ezt mind restaurálni kellett, illetve az egész belső szerkezetet felújítani, és rengeteg új alkatrészt készíteni. És van egy vadonatúj karorgona a sekrestye fölött az oltár közelében, ez egy teljesen új orgona. Ez a 2 orgona 2 közös helyről is megszólaltatható, így hát a 2 orgona együtt összeadva egy óriási orgonát ad. 111 regisztere, 7771 csípja és 18 darab csőharangja van. A Szegedi Dóm után Magyarország második legnagyobb orgonája. Az orgona hangját a sípok adják. Egy átlag kisebb orgonában csak ajaksípok vannak. A nagyobb orgonánál a monumentális hangzást a nyelv és ajaksípok együttese adja. Mutatok itt egy ajaksípot, ami egyébként egy fedett ajaksíp. Ennek a hangja egy oktávval mélyebb lesz, hogyha rajta van a kupakja. Majdnem egy oktávval mélyebben szólal meg. A nyelvsíp sokkal több munka elkészíteni egy nyelvsípot, mint egy ajaksípot. Ez annak köszönhető, hogy van benne egy vékony rezgő nyelv, egy kanál, hangolókampu, egy öntött mag, egy rezonátor, egy csizma, tehát nagyon sok alkatrészből áll. Ezek a nagyon nazálisnak mondható hangszínek, ezek az oboa, a klarinét, a szaxofon vagy a fagottnak a nyelvsípos megszólalásához hasonlítanak, illetve trombita hangot is tudunk utánozni vele. Az orgonasípnak 2 összetevője van általában, egy ólom és egy ón, és ennek a 2 nehéz és lágy fémnek az összekeverésével, megolvasztásával és az összekeverésével állítjuk elő a kívánt puhaságú és vagy keménységű lemezt. A kiöntött lemezt legyalulják a kívánt vastagságra, fényesítik, lefestik, kiszabják, majd megformázzák. Most éppen itt egy nyelvsíp csizma megmunkálást látunk. Itt a festett lemezeket kúpokra felhajtjuk és ráformázzuk. Körbe lesz egyengetve kalapáccsal, vagy hát verőfával ezen a formán a lemez, és utána megy forrasztásra. Az ajaksíp megmunkálásánál esztergálás, forgácsolás történik. A kész sípok hangolása rendkívüli precíz munkát igényel. Ennek a sípnek a lényege ez a kis apró rezgő nyelvecske, amit egy hangoló kampó segítségével tudunk beállítani. Ha lejjebb tolom a kampót, akkor rövidebb a nyelv és gyorsabban rezeg ez a nyelvecske. Ha feljebb húzom hangoláskor, akkor hosszabb a rezgő nyelv és lassabb, tehát mélyebb lesz a síp hangja. Tehát ezzel a kis hangoló kampóval tudjuk beállítani ennek a sípnak a hangmagasságát. A hangolókampó ütögetésével változtatják a rezgőnyelv hosszát, míg az ajaksípokat hangra vágva hangolják. A hangolást műszer segíti. Az orgona motorján kívül a hangszer minden alkatrészét a manufaktúrában állítják elő. Ez az alkatrész egy csúszta húzómágnes,
A rajta található elektronika és az egésznek az egysége a cégünk innovációja. Magát a mágnest is mi gyártjuk, az elektronikát az pedig egy villamosmérnök beszállítótól rendeljük. A lényeg az, hogy amit kitaláltunk, az egy világújdonság. Ez az elektronika azt tudja, hogy öntanuló. Tehát, hogyha ő a különböző templomokba beálló páratartalom változás miatt túl könnyen megy, vagy éppen túl nehezen, még nagyobb a súrlódás, mint ahogy kéne, akkor ő folyamatosan minden mozgásnál lemérje azt, hogy én nem tudok végigmenni egy másodperc alatt, valami extra erőt meg elektronikai impulzusokat kell, hogy adjak ahhoz, hogy ezt én meg tudjam csinálni. És így a fűtési, nyári, őszi, téli, tavaszi változások egy templomon belül nem igényelnek már orgonaépítőt, csavargatást az elektronikán a potmétereken, hanem ő minden egyes mozgásnál egy kontrollt és egy újra saját magának az újraprogramozását végzi el. Az orgonaépítők a hagyományos orgonák mellett innovatív, új orgonákat álmodnak meg. Ez a kis hangszer, ez egy szállítható orgon, ami önmagában nem újdonság, hiszen vannak ilyen orgonák. Ez az orgon viszont úgy van megtervezve, hogy mind a külsejét, a dizájnját, a megjelenését tudjuk variálni. Nagyon hamar pár perc alatt le lehet szedni ezt a burkolatot, ami ezen a hangszeren éppen egy faragásos diófa, de ez tud lenni rozsdamentes rács, akármilyen színbe, formába, gótikus, neogót, reneszánsz, vagy akár egy aranyozott barokk faragás, vagy bármi egy új modern anyag. Tehát a megjelenése az adott interiőrbe hozzá igazítható a térhez, a színhez, és a belseje is, ez csak egy doboz, most egy üres doboz, ennek a hangszernek a belsejében különböző sípsorokat lehet nagyon könnyűszerrel cserélni. És így a hangzást az organista vagy a felhasználó ember által kívánt hangszínek kell berendezni. A mobil orgona egy kutatásfejlesztés pályázat eredménye, amivel innovációs díjat nyertek. A terv több darab elkészítése a világ minden részére.